Sziasztok! Itt vagyunk a Samsung Kálmán téren, és a szponzorátlan posztnak a mai adása erről fog szólni. A Samsung Kálmánról. Viszont nem biztos, hogy mi értünk ehhez igazán. Kéne egy szakértő. Kéne. Sziasztok! Vince Miklós vagyok, a 24.hu újságírója, Gróf Járvezeként is ismerhettek. A szponzorálatlan poszt mai videójában építészeti stílusokról fogunk beszélgetni. A 20. század eléggé mélyen rajtajta a nyomát a budapesti városképen. A mögöttünk lévő ház, a Honvéd tér sarkán lévő elektromos művek bérház. Hát ez a két világháború közti modernnek egy ilyen Art Deco-ba hajlott csodája. Ez olyan, mint egy puncstorta, nincsenek díszek rajta, kivéve mondjuk mögöttem ez a címer. Meg a kapunál lévő tokét, levéllel eltakaró fickó. De nem ez a legkevésbé díszes ház ebben az évszázadban. Menjünk tovább és nézzünk körül a kádárkorban. Üli Pótváros szélén vagyunk, a Katona József utcai trafóháznál. Budapesten a Kádár és a Rákosi kor határán rájöttek az emberek arra, hogy hát valahogyan áramot kéne hozni az új lakásokba, ezért épültek ilyen fantasztikus barna szörnyek. Ezt sem annyira szeretik sokan, de ez még mindig egy fontos emléke ennek a kornak. De ennél van azért megosztóbb is, menjünk a posztmodern irányába. A Lehel tér, ami a maga hát pofátlanságában egy igazán más volument hozott a városszövetbe. Színes, tarka, fém, nincs rajta gipszdísz, meg kis angyal, de hát a kofahajó az Rajk László szerint így néz ki. Mai Budapesten sem állt meg a stílusok változása, itt van nekünk ez a reklámháló nevű csoda. Ezek a műtárgyak, ezek már ellepték a budapesti belvárost, és hát különböző méretben, gyönyörű tömegformálással, fantasztikus színeszközökkel, elképesztő, átütő érzékkel, mint egy modern műalkotásként itt tornyosulnak előttünk. Egy művészeti galériából is megszökhetett volna jó részük, mint a mögöttünk lévő Jennifer Lopez fehérnemű reklám. Ezek a fantasztikus dolgok sajnos január 1-jével eltűnnek, így a mai videónk egy tiszteletteles főhajtás és megemlékezés róluk. Ha egy kondenzvizet szkvételő légkondit engedély nélkül raksz ki a homlokzatra, akkor pár hét emberről megtalál az illetékes hatóság. De amikor egy 100-szor nagyobb szabálytalanul kint lévő építési hálótól kellene megszabadulni, akkor arra sokszor 10 év sem elég. Ez az építési reklámháló a Margit híd budai hídfőjénél is már legalább 8 éve kint van, és a hasonló ponyvákkal együtt védik a szemet Kozma Lajos, Lechnerödön vagy Hild József homlokzatainak a látványától. Ha a budapesti Queen koncert idején is már ilyen szép, színes épülethálókba csomagolták volna a házakat, akkor Freddie Mercury a Dunán hajózgatva nem a parlamentet akarta volna megvenni. How's the parliament? Is it for sale? How many bedrooms? Budapest Dunaparti panorámája 1987, az András út pedig 2002 óta a világörökség részei. Ezt azok a helyek kapják, amelyek az emberi géniusz kimagasló megnyilvánulásai, civilizációnk egyedülálló tanúságai. Szóval becsüljük meg ezt az építési reklámhálót, 2000 év múlva erre is úgy fognak nézni a régészek, mint mi most a római Panteonra. Első blikre lehet, hogy szabályozatlannak tűnik a helyzet, de egyáltalán nem az. 2016-ban hoztak például egy településképvédelmi törvényt, amely felszámolta volna ezeket a kajli reklámhálókat. Akkor 16 ezer óriás plakát volt Budapest szerte, ezeket szerették volna 1000-re csökkenteni. Azóta 20 ezer lett belőlük, és csak ilyen épülethálókból 250 található nagyjából a fővárosban. Elvileg ilyen reklámhálók csak akkor kerülhetnének ki, ha alattuk építés, felújítás vagy hasonló tevékenység folyik, a hangsúly pedig a hasonlón van. Gyakran úgy is lehet munkaterület valami, hogy egy spakni sercenés sincs közes távol fél éve. Így lehet az, hogy sok homlokzat pimpelése régebbre nyúlik vissza, mint a Sagrada Familia építése. A törvény szerint ezek a reklámhálók elvileg csak 12 hétig lehetnének kint, de hát ugye gumisíthatók ezek. Vegyük például magát a településképvédelmi törvényt, amit valamiért nagyon-nagyon fontos volt elfogadni annak idején. Később viszont azért csak bekerült egy módosítás, ami 2023. december 31-ig lehetőséget ad a honpolgároknak, hogy gyönyörködhessenek ezekben az urbánus műalkotásokban, vagy toljanak egy Insta selfie Jennifer Lopezzel. Van viszont egy bökkenő. Ezek a reklámhordozók elvileg nem lehetnének 9 négyzetméternél nagyobbak. Hát, néha azért ezen túlcsúsznak. Szerencsére Budapest egyelőre még nagyon jó úton jár ahhoz, hogy a Kárpát-medence Times Square-je legyen, ahol tényleg minden négyzetcentimétert vibráló reklámok borítanak. Persze
Lehetne még ezt fokozni. Be lehetne vonni mondjuk a fákat különböző hirdető oszlopokkal, ami annyi bevételt jelenthetne az önkormányzatoknak, hogy az okmányfotókat is nánási pár készíthetné. Örömre azonban sajnos nincsen okunk. Úgy néz ki, hogy 2023. december 31-én eltűnnek a közterekről ezek az épülethálók. Akkor, amikor majd az egész város a tűzijátékra készülve zárja be a kutyáit biztonságos helyre, daruskocsik róják majd Budapest utcáit, hogy megszabaduljunk, jó szó ez, megszabaduljunk ezektől a műremekektől. Azért, hogyha esetleg úgy esne, hogy 2024. január 1 után nézitek meg ezt a videót, akkor feltétlen kommenteljetek, hogy mit vált ki bennetek ezeknek a hiánya.